Szépen is tehozok mindenkit, úgy látom, hogy szépen lassan közelebb tudott jönni mindenki, van még akire kell, hogy várjunk, vannak még hátul. Segítséget szeretnék kérni. Szerintem igen, csak jön mindenki. Én azt gondolom, hogy akkor itt hamarosan el tudjuk kezdeni a megemlékezést, és nem csak kezdettel, mint egy hívogatóval, igaz? Ha halljuk akkor egy igazi szép magyar hangszert. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a 10. jubileumi Rózsa Sándor fesztiválon. Többen már voltak itt, úgy gondolom, lehet, hogy valaki még először jár itt. Öröm végignézni, hogy szép számmal vagyunk, hála a jó Istennek. Mondhatom azt, hogy évről évre, sőt, tavalyhoz képest sokkal többen vagyunk. Ez nagyon nagy élmény, nagyon szép dolog. És nagyon sok mindenét mondani való lehetne, de nem húzom tovább a szót, mert véges minden. És ezennel szeretném felkérni Pap Renáta, alpolgármester asszony, hogy köszöntse a jelenlévőket. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsünk ma mindenkit Ásotthalmon, itt a homokhátságon, ahol immár 10. esztendeje szól arról ez a hagyományőrző rendezvény, a Rózsa Sándor Fesztivál, hogy mindazokat, akik itt a homokhátságon innen, és akár a határ túloldalán a magyarságért, a magyar hagyományokért küzdünk itt a sivatagos alföldi vidéken, minket, önöket, benneteket összekapcsoljon ez a rendezvény, és egyesítsen abban, hogy igenis, mennyire fontos a magyar szív, a magyar lélek és a magyar összetartozás őrzése és ápolása. Hiszen különösen fontos ez most itt a 21. század zűrzavarában, amikor azt gondolom, hogy nem elég, hogyha csak egy maroknyian teszünk ezért, és nem elég, hogyha csak egy maroknyian tartunk össze, hanem ahogy mi 10 éven át kitartottunk ebben a rendezvényben, és egyre nőttünk, egyre sokasodtunk, egyre szaporodtunk, minden évben hazavittétek ennek a rendezvénynek és ennek az összetartásnak a hírét, és azt gondolom, hogy innen Ásotthalomról ez az összetartás az idei év tavaszán egészen az országházig juthatott el, és erre külön büszkék vagyunk. Azt gondolom, hogy ez egy külön tapsot és egy külön köszönetet megér mindazoknak, akik szervezték. Alapították.
Én büszke vagyok arra, hogy Ásotthalom alpolgármestereként teljes szívvel és teljes lélekkel folytathatom ezt az összetartást, és hívhatok mindenkit évről évre, hogy csatlakozzatok hozzánk, és folytassuk együtt mindazt, amit az elődöm, az elődeink itt Ásotthalmon elindítottak. A mai 10. jubileum azonban egy picit szomorú is a számunkra, hiszen nem lehet ma közöttünk egy olyan vendégünk, aki hosszú éveken át megtisztelte Ásotthalmon a Rózsa Sándor Fesztivált, és ezért itt a mai tiszteletadás kezdetén kérem Önöket, kérlek benneteket, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk Oszter Sándor szín művész úrra, aki sajnos most már az égi pályán nézve gondol ránk. Kérem, hogy emlékezzünk együtt, majd pedig a hagyományőrzőket megkérem, hogy egy tiszteletlövéssel adózzunk az ő emlékének. Félkör, Bálint kezdi, sorfűzben, én fogok vezényelni, Bálint fogja kezdeni. Jó, Zoli, úgyhogy beszéltük, jó? Az a legkinek nem tudja, de tudja megtenni. Gyerekekre vigyázzunk! Az a kérésem, pici gyerekek, vagy pici át, ha valakinél van, lovakra figyeljünk, hangos lesz valószínű. Jó, próbáljunk figyelni, vezényelni fogok, ha indulni fog a lövés, mindenki hallani fogja. Jó, figyelem, fegyveresek, fegyver föl! Nagyon szépen köszönjük! Nagyon szépen köszönjük a fegyvereseknek, és a tisztlövés Oszter Sándor emlékére szól. Isten nyugosztalja! Igen, azt gondolom kellőképpen meg tudunk emlékezni Sanyi bácsi emlékéről. És akkor a rendezvény folytatásaként. Jó, tehát rendezvényünk folytatásaként. Nagy szeretettel és tisztelettel szeretném felkérni Toroszkai László országgyűlési képviselő urat, aki nagyon sokan tudjuk, hogy itt a Rózsa Sándor Fesztivál alapítója, megálmodója, mondhatom, hogy alapító tagja volt, és hát szerintem senkinek nem kell bemutatni. Nem is fontos közösen, annyit tudnék mondani. Szeretném kérni, akkor Toroszkai László országgyűlési képviselő urat mondjál be. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és valóban több szempontból is különleges ez a mai összejövetelünk. Az első, hogy nem tudom azt elfelejteni, hogy Oszter Sándor most egészen különleges módon, tényleg, ahogy az előbb Renáta mondta, a polgármester azt, hogy mondta, onnan valahonnan a mennyországból tekint le ránk, és én emlékszem, hogy tavaly, amikor itt álltunk, és visszamentünk a lovaskocsival a polgármesteri hivatal elé, akkor azt mondtam Sándornak, hogy készítsünk egy fényképet
mert ki tudja, hogy mire lesz még jó. És megmondom őszintén, hogy nem gondoltam volna, hogy egy nekrológhoz kell majd. De Osztár Sándor azt is mondta, hogy a hagyományok azok azért vannak, hogy tovább vigyék őket. Az ő életének egy nagyon fontos része volt Rózsa Sándor, betyár kultusz, a betyár történetek, az 1971-ben készült Rózsa Sándor filmsorozat, ami meghatározta az egész életét. Ő mindig elmesélte azt, hogy nagyon sok szerepe volt, nagyon sok film szerepe volt, nagyon sok színházi szerepe volt, de élete végéig mindig, hogyha valakivel találkozott az utcán, akkor mondjuk a 10 találkozásból 9 esetben azt mondták, hogy ó, itt van Rózsa Sándor. És csak a legfiatalabbak voltak, akik azt mondták, hogy mondjuk itt van a teljes ember az Argó című filmből. És ő élete végéig igazából Rózsa Sándor maradt. És hát úgy látszik, hogy vannak, akik tovább viszik ezt az örökséget, akik tovább viszik a hagyományokat, akik számára fontos Rózsa Sándor története, nem csak Osztár Sándor számára, aki ennek a rendezvénynek az alapítása kezdetek óta a fővédnöke volt, hanem itt vagyunk mi, akik őrizzük ezt az emléket, és sokszor meg kellett küzdeni, még akkor is, amikor elindítottuk ezt a Rózsa Sándor fesztivált itt Ásotthalmon, akkor meg kellett azzal nekem személy szerint is küzdenem, ahogy jártam az országot, hogy azt mondták nekem, hogy hát miért emlékezünk meg egy banditáról? Mert hát Rózsa Sándor egy bűnöző volt. És akkor én mindig elmeséltem, hogy ha valaki annyit kutatta Rózsa Sándor történetét levéltárakban, az eredeti dokumentumok alapján, mint én, azzal nagyon szívesen kiállok vitatkozni arról, hogy Rózsa Sándor inkább pozitív, vagy inkább negatív személy volt-e a történelemben, de soha nem találkoztam senkivel, aki vállalkozott volna egy ilyen vitára. Se történészek, se újságírók, se megmondó emberek, de számomra mégis az a legfontosabb ismért, hogy amikor én, hát most már 10 évvel ezelőtt útjára indítottam ezt a gondolatvilágot itt, és lett belőle egy Rózsa Sándor fesztivál, még nem is voltam polgármester Ásotthalmon, én elkezdtem kérdezgetni az ásotthalmi szépkorúakat, nálam néhány évben idősebbeket, hogy ők mit tudnak Rózsa Sándorról. És nem csak az ásotthalmiakat kérdezgettem, hanem a mórahalmiakat is kérdezgettem, és csodálatos történetekkel gazdagítottak engem, amely történetek olyanok, hogy azokat tovább kell adni. És ezek a történetek, ezek mindig Rózsa Sándor köré szövődő történetek voltak. Még például Paperenáta alpolgármester asszony nagymamájának is volt egy története, aki talán tét nagypapájától hallott, hogy Róka Bögyösön ült egyszer a tisztáson, a dédnagypapa, és egyszer csak kibukkant az erdő közül oda tisztásra egy ember, akit láthatóan üldöztek. És elmesélte Renáta nagymamája nekem, hogy abban a pillanatban tudták, akik ott ültek, lehet, hogy éppen napszámban voltak, ezt nem tudjuk, ásotthalmiak voltak Róka Bögyösön, és azonnal tudták, hogy ez bizony Rózsa Sándor lehet. Azonnal érezték, pedig nem mutatkozott be. Ugye Rózsa Sándor híres volt arról, hogy nem mutatkozott be, sőt azt sem szerette, hogyha kiejtették a nevét. De mégis mindenki tudta, hogy ez Rózsa Sándor. Volt egy olyan kisugárzása, hogy az akkor élt, itt élő magyarok azt mesélték, hogy azonnal tudták, hogy ez bizony Sándor. És csak így nevezték, hogy Sándor, mindenki tudta, hogy ez kit takar. És ahogy például a Renáta nagymamája mesélte nekem, csak annyit mutatott Sándor a te ősödnek, hogy ennyi. Nem szólt semmit, csak hogy... És amikor elment Sándor, megérkeztek az üldözők, ugye perzekútorok, pandúrok, akikre jellemző volt abban az időben, akik egyébként itt üldözték nagyon sokszor ezen az úton, és azért van itt Rózsa Sándor fája, a ruzsafa, mert ugye ennek az ágaira kapaszkodott fel, és utána csak a lovát üldözték, a Csillag nevű lovát üldözték a perzekútorok. De ugye tudni kell, hogy ezek a pandúrok, perzekútorok abban az időben, a 19. században szinte kivétel nélkül idegenek voltak. Magyarok a mi vidékünkről nem mentek el pandúrnak, a szégyen volt a szabadságharc után. És ez egyfajta nemzeti szabadságharc volt az itt élő egyszerű magyarok részéről, hogy amikor kibukkantak aztán a fák közül a Rózsa Sándort üldöző perzekútorok, akik idegenek voltak, mert csehek voltak Bohémiából, Galíciából, lengyelek, Ausztriából, osztrákok, németajkúak, nem voltak magyarok.
És akkor ránéztek arra a magyarra. Hát nekik ugye mi, tanyán élő magyarok, körülbelül büdös parasztok voltunk ezeknek az osztrák perzekútoroknak. És akkor ahogy ránézett, és azt mondta, hogy na, de magyar paraszt, láttad-e Rózsa Sándor? Akkor azt mondta Renáta őse, hogy nem látta. És nekem mindenki ezt mondta, itt élő idős emberek, akiknek volt még története az őseitől, Rózsa Sándorról, hogy soha senki nem árult el, hogy merre vitt az útja. Mert mindenki védte, mert ez egyfajta nemzeti ellenállás is volt. És akkor még így összetartottak a magyarok. Ezen a vidéken legalábbis, ezt ismerem a legjobban, ezt a vidéket. Aztán valami történt velünk, a 20. században elkezdődött ez, és ma már ezer felé húzunk. Ma már nagyon nehéz elképzelni, legyünk őszinték, hogy ha kemény pénz kínálnának valakinek, hogy a honfitársát, aki mondjuk a hazájáért harcolt, mert Rózsa Sándorék 1848-49-ben derekasan és vitézül harcoltak a magyar hazáért, Kossuth Lajossal való egyesség keretében, hogy valaki, egy másik magyar csak azért, mert a hazáért küzd, azért még akkor se adjon ki az őt üldöző idegennek, ha az rengeteg pénzzel meg akar minket vesztegetni. Ma sajnos, legyünk őszinték, találnánk ilyen magyart, aki Júdás aranyért feladná a másik magyar honfitársát, akár az ellenségnek. Mert valami megváltozott. De a 19. században az itt élő magyarok, és nyilván ez így volt a Kárpát-medencében persze mindenhol, csak én a mi szűkebb szülőföldünkről mesélek, itt ez magától értetődő volt, itt összetartottak a magyarok, itt egymást segítették. Ha Rózsa Sándor megjelent itt egy tanyán akkor éjjel, akkor soha nem az erejével, fegyverével visszaélve csikart ki vacsorát a helyi magyar tanyai gazdától, hanem az vendégül látta. Éppen Tömörkény Istvánnak van két novellája is, arról, hogy Rózsa Sándor nálunk hogyan vendégeskedett a Tömörkény házban, ami most már ugye ide költöztettük Ásotthalomra, és újjá élesztettük az eredeti Tömörkény házat, amely 300 éves kúria, és ekkor Rózsa Sándor is ott vendégeskedett. Hát ebből a novellából például kiderül, amit Oszter Sándor olvas fel, és ugye a zenegép segítségével most önök, most ti is meg tudjátok majd, hogyha visszamegyünk hallgatni, aki még nem hallotta ezeket a novellákat. Hát ebben a novellában például a szemtanú Tömörkény István leírja, hogy olyannyira vendégségről volt szó, hogy a végén fizetni akart a vacsoráért, a borért Rózsa Sándor, de a Tömörkény család nem volt hajlandó elfogadni egy fillért sem. Illetve hát akkor nem fillér volt, de nem akart elfogadni pénzt sem. És végül azt mondta Rózsa Sándor, hogy hát akkor legalább amit a lova kapott, legalább a zabot hagy fizessek. Akkor azt megengedték, hogy kifizessen. Ugyanilyen történetet hallottam itt a Kissortól nem messze, tehát az már a Mórahalmi tanyavilág tulajdonképpen, de az is itt a mi vidékünk, és éppen egy Dobó nevű idős néni mesélte el, hát az is már legalább 10 évvel ezelőtti történet, ami szintén nem dolgozott még föl senki. Azért mesélem el, hogyha nem tudom, én is követem egy napon Oszter Sándort, akkor ti majd adjátok tovább ezt a történetet, hogy ez ne vesszen kárba ez a történet. Tehát ez olyan csodálatos történet. Szóval a Dobó család mesélte el nekem, hát az a néni, aki mesélte, hát ő is szerintem akkor volt 90 éves, nem tudom, hogy most éle. Akkor egyszer találkoztam vele, Mórahalmi a néni, és ő elmesélte az ő történetét, az pedig úgy szólt, hogy talán ezt sokan hallottátok már tőlem, mert ezt nagyon sokszor elmeséltem, de hát, ha így legalább biztosan fennmarad. Szóval egy éjjel megjelent itt egy tanyán Rózsa Sándor, és a tanya gazdájának voltak a legszebb lovai. De az egész vidéken mindenki tudta, hogy neki vannak, ennek a Dobó nevű embernek vannak a legjobb lovai. És Rózsa Sándor, amikor elfogyasztotta a vacsorát, elkezdtek borozgatni, és megkérdezte, hogy mennyiért adja el azt a gyönyörű szép, talán pejlovat, nem tudom milyen volt a ló, de mennyiért adja el azt a szép lovat. Hát mondta a gazda, a Dobó gazda, hogy az nem eladó. Mondta Rózsa Sándor, hogy neki nagyon sok pénze van, mert egy állami hivatalt éppen most fosztottak ki, ugye néha megállítottak még postavonatot is abban az időben, de a dolgozó magyar embert azt nem.
hanem az államot, az elnyomó államot fosztogatták. Ezt azért fontos hozzátenni az összképhez, amikor azt mondják, hogy egy bandita volt. Nem, valójában egy ellenálló volt, aki az elnyomó államot sanyargatta, de például Dobó bácsinak ki akarta fizetni itt a lovat. És amikor azt mondta a Dobó gazda, hogy hát én megmondtam, hogy nem eladó, semmi pénzért, hát az állam összes pénzéért sem adom el azt a lovat, akkor ittak tovább. És Rózsa Sándor nem azt tette, hogy elővette a fegyverét, és Dobó gazda, aki nyilván egy módosabb gazda volt itt a környéken, de tisztességgel kereste a kenyerét, nem azt tette, hogy elővette a fegyvert, és azt mondta, hogy már pedig a lovat azt elveszem, hanem addig ittak, míg nem nyilván a bor hatására is, végül köttetett egy egyesség. És az lett az egyesség, hogy azt mondta, ugye makacs magyar ember volt a Dobó bácsi is, és azt mondta, ugye Rózsa Sándor is, azt mondta, hogy na jó, akkor legyen az egyesség, hogy el nem adom a lovat. De ha el tudod tőlem lopni, akkor a tiéd ingyen. Mert ugye el nem adja a lovat. Rózsa Sándor pedig ugye így föladta a küzdelmet, különben szerintem még most is innának. De azt mondta, hogy jó, akkor legyen ez egyesség, akkor nem veszem meg a lovat, el fogom vinni. És amikor másnap kijózanodott Dobó gazda, akkor a feleségével, fiaival itt összeültek a tanyán, és vakargatták a fejüket, hogy hát most mit évők legyenek, hát nem volt mit tenni. Onnantól kezdve éjjel-nappal őrizték ezt a lovat, és megbéklyózták. A béklyót tettek, ugye bilincset, ahogy most mondanák, a lábaira, hogy abszolút ne tudja elvezetni, és ott éjjel-nappal ott őrködtek fegyveresen mellett. Pár napig ez így tartott, és aztán egyszer elnyomta az álom éppen Dobó gazdát, akkor ő volt szolgálatban, nem a fiai, vagy nem a felesége, és arra ébredt föl reggel, és ez a lényeg a történet, amit nekem itt óralmon meséltek el több mint 10 évvel ezelőtt, hogy csak a békjó volt ott. A békjót ott adta, Rózsa Sándor. Na ilyen elképesztően jó történetek vannak itt a mi vidékünkön, és ezek mind feldolgozásra várnak. És ami az érdekes, hogy miközben budapesti firkászok kérdezték meg tőlem az elmúlt 10 év alatt néhányszor, hogy hogy lehet, hogy magukot ásotthalmon egy banditára emlékeznek, aközben egyetlen egy tőzsgyökeres ásotthalmi, mórahalmi vagy környékbeli, az egykori szegedi alsótanyák népéhez tartozó ember, idősek, akinek még felmenőinek személyes találkozói voltak Rózsa Sándorral, soha senki nem mondta nekem azt, hogy minek foglalkozok egy ilyen mocskos bűnözővel. Soha. Mindenki inkább elmesélte a saját történetét. És ilyen kedves, szép, aranyos történetek vannak itt a mi vidékünkön Rózsa Sándorról. Ez is mutatja, és ugye most éppen szabadkai barátaimra néztem, ugyanezt elmeséltem Hajdújárásról, ahol ugye a csárda volt. Ezen az úton egyébként mindig oda mentek a Fekete Csárdába, ami ugye most a magyar-szerb határnak a szerbiai oldalán lenne, de azt ugye pont amiatt, mert az volt a törzshelyük, azt ugye a bakkorszakban lerombolták, de tudjuk, hogy hol van a helye. Hajdújárásiak megtalálták a helyét. Szóval pontosan ez a lényege, hogy ezt a sok-sok történetet mi meg akarjuk őrizni. És ezért jövünk össze minden esztendőben, és ezért vállaljuk büszkén a mi örökségünket. Biztos vannak olyan vidékek, területek, ahol királyok emlékét őrzi, a mi vidékünk Rózsa Sándor emlékét őrzi, bár ettől függetlenül azért királyhalom az nekünk is van, egyszer átutazóban, éppen akkor abban az időben, amikor a magyar királyság, a történelmi Magyarország első erdészeti szakközépiskoláját, szakiskoláját megnyitották, ugye, a mai ásotthalom területén található a mai napig, működik az iskola, akkor itt volt Ferenc József, császár és király, hogy megtekintse a területet, és ugye megnyissák ezt az iskolát. Akkor lett egyébként királyhalom, amit most kettészel a trianoni határimmáron 100 éve. De ettől függetlenül ennek a vidéknek ilyen örökségei vannak, itt emlékei vannak, és mi büszkék vagyunk az örökségünkre. Büszkék vagyunk arra, hogy tanyán élünk. Én különösképpen most azzal fogadtak itt az ásotthalmiak, hogy örülnek, amikor hallják akár a tévében, vagy a parlamentben, az országgyűlésben, hogy én büszkén mindig elmondom, hogy én tanyán élek. Igen, tehát én nemhogy nem szégyellem Budapesten, hanem én nagyon büszke vagyok erre. Nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok erre. És ugye szoktam mondani, bár ne osszuk meg a magyar társadalmat fővárosira, meg vidékire,
de nem nagyon tudnának mit tenni a városiak, ugye, hogyha a vidék nem lenne, ezt azért régóta tudjuk, ismerjük, és nagyon sokan meglepődnének, mert sajnos most olyan idők jönnek majd, hogy lehet, hogy még ez is be fog következni, hogy rájönnek, hogy bizony az étel, meg a gyümölcs, az nem a, nem a Tesco-nak a pultján terem. Úgyhogy még nagyon sokan irigyelni fognak minket, akik vidéken élünk, akik tanyán élünk, úgyhogy igen, igen, jól tetszik érezni, nagyon büszkén szoktam azt mondani, nem véletlenül. Úgyhogy mi büszkék vagyunk erre, hogy ásotthalmiak vagyunk, büszkék vagyunk arra, hogy homokhátságiak vagyunk, büszkék vagyunk arra, éljünk akár a határnak ez másik oldalán, minket ez nem érdekel, szóval büszkék vagyunk arra, hogy összetartozunk és együtt őrizzük, hajdújárási, szabadkai barátainkkal, testvéreinkkel együtt őrizzük ezt az emléket imáron. Oszter Sándor emlékével együtt. Köszönöm szépen, hogy ismét megszerveztétek. És gyártoljátok ezeket a hagyományokat. És egyébként majd, hogyha megöntözünk, nem tudom, Pista bácsi merre van. Muszáj megöntöznünk a fát, mert amikor én rátaláltam 10 éve rúzsafára, mondom, hogy rátaláltam, mert nem nagyon jelölte akkor semmi. Viszont bármelyik ásotthalmi, tőzsgyökeres ásotthalmitól megkérdeztem, hogy hol van a rúzsafa, akkor mindenki tudta, hogy hol van. Úgyhogy ők elvezettek engem ide. Egyszer kerékpározott való a temetőnél egy ásotthalmi néni, és akkor hát ez már több mint 10 éve volt, és ő vezette össze engem ide, amikor kérdeztem, hogy hol van a rúzsafa. Hogy nem volt így szépen kialakítva a környezete, mint ahogy azóta kialakítottuk, és nem volt jó állapotban a fa. És nem tudom, hogy arra emlékeztek-e, hogy én annak idején, akkor már polgármesterként felkértem a Soproni Erdészeti Iskolának a szakembereit, és eljöttek és bevizsgálták a fát, és azt mondták, hogy megdöbbentően jó állapotban van alapvetően a fa. Ugye 200-300 éves legalább, ami itt a homokon óriási dolognak számít. Viszont nem is egyszer belecsapott a villám. A gyökérzete az 50 méterre is megtalálható, tehát azok a fák ott szembe, csak jelzem, azok a gyermekei, tehát azok a gyökérzetéből nőttek ki szembe lévő fák. Itt a szakemberek mondták és bevizsgálták, azt mondták, olyan gyökérzete van, hogy nincs az a szélvihar, ami ki tudná dönteni, de rengeteg kártevő volt benne, és hát a villám is komoly kárt tett benne. Na most amióta mi minden évben itt összejövünk, már 10 éve, megöntözzük délvidéki ásotthalmi házi pálinkával, hát azóta szakemberek szerint jobban van. Úgyhogy szerintem idén is meg kell öntöznünk pálinkával, de én most kettő pálinkát fogok meginni. Az egyiket Oszter Sándor emlékére, a másikat pedig Rózsa Sándorra és a pályára szeretném meginni. De én azt gondolom, hogy majd Pista bácsi vezetésével, nem tudom, hogy kaphatunk vezetést ehhez? Igen. Hát nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a kis településünkre. Eljöttek erre a több éves ünneplésre, több éves emlékezetre. Én azt tudom mondani, hogy ma reggel feljöttek gyönyörű szép csillag, mindenkinek a kezébe majd egy kis pohár pálinkát ad. Jó fölfermette ez nem valami parlag, aki ebből többet talál inni, az elképzelhető, hogy a főutcán össze-vissza margos. Most pedig a hagyományunkhoz híven nagyon nagy tisztelettel megkérném országgyűlési képviselőket Torockai Lászlót, alpolgármester asszonyunkat Renátát és az alpolgármester urunkat, hogy a nagy szárazságra tekintve locsolják körül ezt a fát, hogy még hosszú éveken köröztül itt tudjuk alatta hűvösölni és összetartani. Ehhez kívánom, hogy adjon a jó Isten mindjájunknak erőt, egészséget, a pálinka pedig mindenkinek egészségére váljon. Legyenek! Fogyasztanak! Rögtön kettő.
hogy nem tudjátok megfejteni. Nem mondod. Egyébként meg nagyon jó. Csak úgy megvárom, hogy mindenkinek. Hogy Jónisten, kis új szállásra mennek-e? Igen. Jó, oda megyek én. Jó, jó, jó. Nem tudom, hogy elfogyott ott a pálinka, mert nálam kettő. Na de akkor, ahogy az előbb mondtam, akkor az elsőt ürítsük, meg hát utána még lesz jó pár, visszamegyünk, ugye, és akkor még lesz jó pár poárt. Szóval én azt kérem, hogy mindenki a mai nap folyamán valamikor úgy az éjszakában nyúlóan is, de emlékezzen meg Oszter Sándorra, mind a két Sándorra. Tehát Oszter Sándorra is emlékezzünk, itt volt velünk 10 éven keresztül, néha mi is voltunk nála. És én pontosan tudom, hogy ő most pont azt kérné tőlünk, hogy ne sírjunk, ne sajnáljuk, hanem igyunk az egészségére. Úgyhogy akkor az első poharat Sándorra, méghozzá Oszter Sándorra. Üdvözlöm. Nyugodjon békében! Isten nyugosztalja, és akkor a második, akkor a hagyományoknak megfelelően úgy tűnik, hogy működik, de ez kizárólag ilyen jó pálinkával működik csak. Hát akkor szeretnénk Rózsa Sándorra is emlékezni, második poharamat pedig akkor Rózsa Sándorra üríteni. És mert Rózsa Sándor szelleme itt él ebben a fában, így aztán a fának is adjunk belőle. Isten éltesse Rózsa Sándor! Isten éltesse! Minden kártya. Kedves egészségére mindenkinek, és nagyon szépen köszönjük. Ismét tanultatjuk a munkat, úgyhogy folytassuk. A hívás után nagy szeretettel, tisztelettel... El ne fogjon! Kettőt leszek a asszonyságnak, jó? Jó idő, az asszonyság! Jó, tehát... Amikor? Megvan mindenkinek a pálinka, utána szerintem mindenki tud majd fogyasztani az asztalnál, hogy tudjunk haladni, mert ugye még vannak fellépők. Egészségre váljon mindenkinek, és akkor szeretném ide kérni a lovasok közül Vas Kálmán, Brunnel János, Csóti János és Szűcs Csaba urakat. Hát ugyanis, hogy évről évre mindig kijutunk ide a fához, hatalmas dolog megszervezni a fogatokat, lovaskocsikat, lovasokat, és egy pár szóval szeretnék a szervezőket megköszönni, hogy itt vannak, itt vagytok velünk évről évre, és gondoskodtok arról, hogy ahogy az előbb elhangzott, Rózsa Sándor ugye mindig lóháton érkezett ide a fa alá, így tesszük ezt mi is 10 éve. És nem tehetnénk ezt meg, hogyha nem lennének azok a hű lovas barátaink, akik minden évben lovaskocsival vagy lóháton segítik azt, hogy ide érkezhessünk Rózsa Sándor fájának árnyékába, és a tiszteletünket leróhassuk. Úgyhogy nekik szeretnénk köszönetet mondani, hiszen imáron 10 esztendeje minden évben számíthatunk a homokházi lovasokra, és arra, hogy mindenkinek jut egy lovaskocsi, és itt közösen együtt találkozhatunk. Szeretném megköszönni Brunner Jánosnak a szervezést, és kérjük, hogy a következő években is köszönjük. Köszönjük szépen!
szintén minden évben a fogatok szervezését koordinálja. Külön köszönjük Szűcs Csabának, aki pedig a lóhátosokat írja és látja vendégnek. Na, tehát még nagyon szépen köszönjük, és a Jóisten adjon erőt, egészséget még sokáig, hogy együtt tudjunk lenni, és hogy tudjuk folytatni, ugye, mint évről évre, ugyancsak itt vannak velünk fiatal hölgyek, asszonyok, hála a Jóistennek is még nagyon sokáig. Fogadjuk nagy szeretettel, ásunk valami népdalkört, énekkel fognak nekünk kedveskedni. Folytatásként pedig, mint ahogy minden évben, nagy szeretettel köszöntjük a hagyományőrző televízeket, és halljuk őket! Thank you.
és Rezső bácsi, köszönjük szépen! És a Lássukhalmi Népdalkört hallottuk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a megtisztelő műsor fellépést. Még vasárnap. Jó, rendben. És akkor... Jó. Utána még azt szeretném akkor kérni és mondani, hogy még a himnuszt azt meghallgatjuk, amit hallani fogok. És utána még szokásunk a szíven, mielőtt visszaindulunk a Gyermekházhoz. Egy szöbös sergetés. És egy éve a helyszín szempontjából bízom benne. Télekben nem, búcsúzunk el. És jövőre ugyancsak találkozunk a 11. Rózsa Sándor Fesztivál. Úgy legyen. Isten áldja a magyar! Az a kérés, hogy egy nagyon picit a kintem tudunk húzódni, hogy nehogy megüssünk. Szia! Jó! Betyárok, hagyományőrző kostorosok! Közösségetés! Egy kis helyet kérünk szépen! Together. Yeah.
Thank you.